Kiskunhalas igyekszik Európát is gazdagabbá tenni. Sok szép folklor dolgot láthattunk. Ad Kiskunhalas a szellemnek is táplálékot, de ad Kiskunhalas a testnek is táplálékot. Így nyilatkozott a Magyar Televíziónak 1990. szeptemberében az állami gazdaság akkori igazgatója a szüreti napok kapcsán. Ezek a felvételek is akkor készültek. Az évtizedek alatt folyamatosan változott Halas legnagyobb rendezvénye, idén már a 36. programsorozat várja az érdeklődőket a belvárosban. Az általunk megkérdezett emberek már nagyon várják ezt a kicsiket és nagyokat is vonzó forgatagot. Nagyon fontos. Amúgy is széthúznak az emberek, a mai egy közös rendezvény nagyon fontos az emberek. Úgy, mint régebben a majálisok, meg most már nem nagyon vannak. Nagyon fontosak az ilyen összejövetelek. Idén nem kevesebb, mint 3 menet gazdagítja majd a szüreti napok programját. Arra voltunk kíváncsiak, ki mit szeret a legjobban ezekben a látványosságokban. Szép külföldi táncosok, meg ilyen. Meg hát a polgármester is szokott menni végig az utcán. A táncosok például ugye a kisfiúnak, hogyha vannak a lovasok, akkor ugye a lovasok is, ennyi ezért. A menet tehát innen indul majd szombaton a Bercsényi utcáról pontban 13 óra 30 perckor, a résztvevők ezt követően végigvonulnak a Kossuth utcán, ezt követően érkeznek meg a Köztársaság utcára és a Városháza utcára, innen pedig a főtérre, ahol is megkezdődnek majd a színvonalas színpadi produkciók a jelenlévők legnagyobb örömére. A halasiak többsége pozitívan értékeli, hogy idén a népies, hagyományőrző vonulat mellett a könnyed szórakozás is helyet kapott a 3 napos program kavalkádban. Örülünk neki nagyon, jövünk mi is majd a kislányommal, családdal, úgyhogy jó fellépők lesznek, úgyhogy jövünk. Mi az a programokban, ami az ön számára vagy a család számára igazán vonzó, ami miatt mindenképpen kiszerettek volna látogatni? Őszintén szóval még annyira részletesen nem néztem a programokat, úgyhogy a Carbon Fuss mindenféleképp, úgyhogy az tetszik. A koncertekre szeretnénk szombaton. Családdal, barátokkal? Inkább barátokkal szoktam kijönni. Miért jó ide barátokkal kijönni? Miért szeretsz itt lenni a főtéren, amikor ilyen fesztivál van? Ilyenkor mindenki itt van, tök összegyűlik a barátok, itt játszunk, futkározunk, tök jó. A hétvégén nem csak a Bethlen Gábor téren, hanem itt a Városháza udvarán is lehet majd mulatozni. Amint az jól látszik, a faházak már a helyükre kerültek, csütörtöktől épül a színpad, az égősorok is itt vannak, úgyhogy péntektől nagy szeretettel várunk mindenkit itt az udvarban is.